Előző adásunkban gitárt mutattuk be nektek. Ma is egy nagyon érdekes hangszerrel ismerkedhettek meg, a dobbal. Újra itt vagyunk a Kőbányai Zeneiskolában, ahol Sramko Jánossal készítünk egy interjút a dobról, hogy hogyan lesz valakiből egy igazi dobos. Hát egy igazi dobos, vagy egy akármilyen hangszeres, az úgy lesz, hogy itt felmerült előzőleg a kérdés, hogy születik-e az igazi hangszeres, vagy nem. Hát meggyőződésem, hogy minden hangszerre születik az ember, tehát egy basszusgitáros is a hangszerére születik, egy gitáros is, és így tovább a dobos is, gondolom én. Igen, és mi szükséges ahhoz, hogy valamiből jó dobos legyen? Hát mindenképpen ritmusérzékre szükség van, az elengedhetetlen. Hát és hogyha ez megvan, akkor szorgalom, kitartás. Ki akar, az akár idősebb korában is elkezdhet dobolni. Hát idősebb korban is elkezdhet dobolni, gyakorlatilag a dobolásnak az eszköz része az mind tanítható. Tehát minden hangszeren így van egyébként, hogy az eszköz része az tanítható. Vannak dolgok, amik nem taníthatóak, azok pedig az, hogy egy zenei folyamat, hogyha elindul, akkor ott az illető feltalálja magát. Ez nem tanítható, hogy felismerje, hogy most ez fölfelé építkezik, vagy dinamikailag hová tart, vagy éppen mi lesz a következő lépés a zenében. Ez a nem tanítható része, de egyébként a minden más tanítható. Miért pont a dobot választottad? Hát én először hegedülni szerettem volna, aztán az abban nem lett semmi, mert azt a hegedűt, amit hozzánk hoztak, azt a szomszéd gyereknek vették ajándékba, csak nálunk lukták el. Úgyhogy ezt a projektet akkor megfúrták gyerekkoromban, és hát egyébként én a rádión keresztül hallgattam a zenét, és úgy figyelmes lettem a dobra, és nem is tudtam, hogy néz ki a dob tulajdonképpen, csak úgy gondoltam, hogy vannak ilyen, mint a timpáni, amit így ilyen ekkora bunszli verőkkel vernek, és akkor ez. Aztán 14 éves koromban fölmentem, a környéken játszott egy zenekar, és akkor láttam, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki ez, és akkor beleszerettem, és akkor onnantól kezdve csináltam. Viszont ez nagyon furcsa, hogy a dob az minden zenében úgymond nagyon meghatározó szerepet tölt be, mégis ha az ember hallgatja, hogy nem kifejezetten a dobra figyel, de hogyha eltűnik, akkor ez úgy feltűnő, hogy ez így mitől van? Hát igazából a dob alapvetően egy kétesélyes hangszer, vagy a leg... azt szoktam mondani, ha a sarki rendőr is táncra perdül, akkor biztos, hogy jól dobol az illető. Tehát vagy felkelti azt az ősi ösztönt a gyerekben, ami van a ritmus iránt, ez az emberek 90%-ában alapvetően benne van. Tehát vagy ezt felkelti, vagy egy össze-vissza csörömpöl, és amit rossz hallgatni. Tehát ilyen vonatkozásban kétesélyes a hangszer. Thank you.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük sikerült pár kellemes percet szerezni nektek. Ha tetszett, tartsatok velünk következő adásunkban is.